Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogy hogyan tudtok a játékosnak véletlenszerű tárgyat adni, illetve egy módszert sokféleképpen meg lehet oldani. Szóval, ha nyomom a gombot, akkor kő, gyapjú. Ennyi. Az utóbbi napokban egy kicsit beteg voltam, ezért van ilyen nagyon vonzó hangom. Ezt a módszert legelőször azon a minigémen használtam, amit Rozonnal közösen csinálunk. Igen, már nincsen sok hátra egyébként, ha már itt tartunk. Egy-két bug van, amit ki kell javítani. A kezdőszoba hiányzik még, meg az egyik blokknak a modellje, az összes többi megvan. Igen, és aztán tesztelés van. Hát remélem a következő hétvégére sikerül összehozni. Na de akkor nézzük ennek a videónak a témáját. Tehát ennek a módszernek az a lényege, hogy van egy olyan szelektor, a kukac R, ami véletlenszerű játékost jelöl ki, de ha megadtok neki típust, már mutatom. Tehát van ez a kukac R, ez a véletlenszerű játékos. De hogyha megadtok neki típust, type egyenlő, teszem azt item, akkor ez egy véletlenszerű tárgy lesz. Vagy ha azt írom, hogy zombi, akkor véletlenszerű zombi, és így tovább. Szóval ennek segítségével választunk ki egy véletlenszerű tárgyat, de honnan lesznek tárgyaink, summon parancsal fogjuk megidézni. Nem annyi summont írunk, ahány tárgy van, hanem egyetlen egy summon parancs, csak lesz egy tárgy, és azon fog lovagolni az összes többi. Én ezt eredetileg úgy csináltam, hogy egy ládát idézek meg, aztán ütöm ki, és abból ugye kiesnek a tárgyak, és akkor ugyanúgy egy parancsal leterakás tárgyam, de egy fokkal szebb megoldás a summont használni, ráadásul annál a ládás módszernél ki kell azt kapcsolni, hogy amikor kiütöd a ládát, ugye, akkor a ládának a tárgya az nem maradjon meg. Tehát, mert a ládat tartalmából akarok sorsolni, ne vegye bele a ládát is. Viszont summon parancsal nincsen semmi ilyesmi, nem függ game rule-tól. Na, akkor kezdjük azzal, hogy adunk magunknak pár command blokkot. A szerkezet úgy fog elkezdődni, hogy lesz valamilyen tesztelés. Nem tudom, majd kitalálom, illetve ilyen már kitaláltam előre természetesen, egy távirányítót fogunk csinálni. És aztán, ha az lefutott, akkor így a conditionellel ezek is fussanak le. És akkor az egyik az megidézi a tárgyat, tehát ebben lesz a summon. A másik az a játékoshoz teleportálja az adott tárgyat, tehát ez egy TP parancs lesz, és ugye az a kukac R szelektorral. És igazából meg is írhattam, amely itt vagyok. Tehát egy véletlenszerű tárgyat, de nem akárhol a pályán, hanem csak itt a közelben. Ez a R, ez a sugár, a kommandoktól való távolság. Nem is tudom, legyen kettő, ebben tuti benne lesz, ide fogja mellé idézni. Illetve sőt, még ez se kell, igazából rakhatunk rá taget, legyen tag. Tehát egy ilyen random tag lesz rajta, majd a summon parancsban mondani fogom, hogy hol kell ezt megadni, hogy így a szelektor lássa őt. Tehát egy véletlenszerű tárgyat keresünk, amin van random tag, és ezt teleportáljon mondjuk a legközelebbi játékoshoz. Itt nyilván a szelektorba írnám még olyan dolgokat, hogy pontosan melyik játékos. Hát például a távirányítóról van szó, akkor például a score. Egyenlőre így. Akkor ez megvan, és a végén el kell pusztítani ezeket a tárgyakat, az ugye kill parancs. A random tagüket elpusztítjuk, de nem az összeset a pályán, mert nyilván föl fogja azonnal venni a játékos, de nem tudom mennyire ez gyors a szerkezet, inkább biztosan megyek és írok ide sugarat. Tehát ami itt van a közelében, nem is tudom, 3, az tuti elér odáig. És ugye ez is conditional. Tulajdonképpen most már csak a summon parancs kell. Ilyenkor van az ugye, hogy írtok nekem, hogy hogyan lehet ezt meg azt csinálni, én meg erre mondom, hogy keres rá. Úgyhogy most megmutatom ezt, hogyan néz ki. Beírod, hogy summon generátor, sőt, hogyha pontos akarsz lenni, elírod, hogy Minecraft. És akkor van itt pár, például ez a minecraft.tools, ezt tudom, hogy egy jó oldal, szoktam használni, tudom ajánlani. És akkor igen, summon parancs kell nekem, mit szeretnék, ja ez lehet, hogy nem lesz benne a tárgy, viszont ez csak mobokról szól. Semmi gond, bírom ide, hogy item, Minecraft item generátor, tessék. Itt vannak a tárgynak a tulajdonságai, és van summon is, nagyon király, ott van, így néz ki egy tárgy megidézése. Aha, de ez számos azonosító, ez nem mostani. Érdekes, GIF parancsban szövegesen írja, summonban meg számossal. Minecraft Tools and Weapon Generator. Igen, ez kifejezetten eszközökre van. A summon parancs itt is számít, jó, nem a legjobb oldal. Mi ez, Dig Minecraft, ezt se láttam még soha, de azért itt is vannak szép generátorok. Ó, és verziókra van szedve, itt van 1.10-esek, 1.9-esek, 1.8-esek, az igen.
ez is tök jó, de rakás minden van rajta. Ahogy látom, pont ilyen summon item, azt nem láttak. De nem érdekes, valahol a neten biztos létezik ilyen. Mindegy, megmutatom, hogy egy ilyen GIF parancsot hogyan tudtok átalakítani, nem kell hozzá sok minden egyébként. Mondjuk az egyik az legyen a kő. Most egy. A név legyen az, hogy kő. És a leírásban ez egy kő. Itt megy a Can Destroy, hogy mit lehessen vele kiütni a kővel, mit lehessen kiütni gyapjút, mire lehessen lerakni a követ gyapjúra. Ja, és még rá kell nyomni, hogy add. Oké, ezt is add. És itt közben alul szépen írja a parancsot, itt van, hogy egy display, és akkor mi a neve, mire lehessen lerakni, hol van a leírás. Azt is rá kell nyomni, add. Jó, az is minden, amit beállítottam, itt van. És nekünk ez a rész kell. Summon item, aztán a helye, aztán kapcsolzárójelek között az, hogy item, kettős pont. Ez a tech tárolja, hogy te milyen tárgyat szeretnél. Kapcsolzárójelek, ide jön az, hogy ID, kettős pont, és akkor ugye ez kő, akkor stone. Ami nagyon fontos, kell a darabszám is, hogy hány kőből álljon ez az item. Én most csak egyet szeretnék. És utána a tagbe jön az, hogy ennek a tárnak milyen tulajdonságai vannak, azaz ez a rész, amit itt megírt nekem a generátor. Illetve ez maga a tag rész. Ha megnézitek a GIF parancsnak a szintaktikáját, akkor látni fogjátok, hogy ott is írják, hogy a tárnak a tag részét írod utána, illetve ide a végére. Úgyhogy ezt most bemásolom ide a tag részbe a summon parancsnál. Így. Ha ezt másolom, szerintem ennek csinálok egy command blockot, ide beillesztem. Mondjuk olyan a fölé rakná, hogy lássan, látni is lehessen. Puff, és ott a kő. És ha fölveszem, akkor ott írja, hogy ez kő, gyapjúra tudom lerakni, gyapjút tudok vele kiütni, stb. Stb. Na, ez eddig tök jó. Rakjunk rá még egy random taget, ugye amit mondtam. Tegeket, ilyen tulajdonképpen címkéket, entitásokra tudunk rakni. Tehát abban a részbe kell rakni, ami még a tárgyra vonatkozik, majd magára a tárgy entitásra, ez az item mellé megy. Mert itt az itemen belül, itt már annak a tárgynak a tulajdonságai vannak, nekem viszont az entitásnak a tulajdonságai kellenek. Tehát, hogy ide jön az item mellé. Ennek az a neve, hogy tags, és ilyen kapcsolzárójel kell hozzá, ugye vesző választjuk el ezeket a tulajdonságokat, és a tagsbe maskakörmök elválaszthatod fölvenni ezeket a tulajdonképpen címkéket, és akkor A, B. De nekem most csak egy random kell. Így, ezt másoljuk, be is rakom a helyére, ide, és akkor lefuttatom, akkor megkapom. Hozzám teleportált a kő. Érdekes, hogy nem stackelte össze őket. Ez eddig tök jó, de több tárgy kéne. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy egymáson lovagolnak, illetve lesz egy tárgy, és azon lesz rajta a többi, hogy itt a kill parancsot át is kell írni. Ugyanis azokon a tárgyakon lesz rajta mondjuk ez a random tag, amiket a játékos kaphat. Viszont az, ami ezeket tartja, ami rajta lovagolnak, annak valami másik tag kell. Mondjuk legyen az, hogy tárgy. Ez ugye azokon is rajta lesz, amiket a játékos sorsolhat, mert amik megmaradnak, azokat is ugyanúgy ki kell ütni. Ez szintén az entitás tulajdonságaihoz tartozik, tehát így egy szinten kell lenni a tag-szel meg az item-szel. Na, szerintem átmegyek Notepad-be, mert ott egy kicsit látványosabb. Bemásoltam a parancsot Notepad++-ba, ez egy tök ingyenes program, rákeresel, letöltöd, feltelepíted, nagyon egyszerű, és még az benne a jó, hogy van hozzá Minecraft nyelv, ezt mondtam már egyszer-kétszer, ez egy ilyen plugin, vagy addon, vagy kiegészítő, erre is rákeresel, és ott lesz leírás is, hogy hogyan tudod behúzni ebbe a programba. Nekem már benn van, úgyhogy ha itt rámegyek, hogy nyelv, és itt van, hogy Minecraft. És ez azért nagyon jó, amit látjátok, így szépen színezi. Na, szóval itt kezdődnek a tárgynak a tagjai. Nyomok ide egy Enter, sőt ide egy tabot, hogy így tagolva legyen. Ez ugye a záró tag. Itt látjátok, hogy amelyik zárójelen vagyok, annak a párját mutatja. Itt a két piros. Itt is nyomok egy Entert. Most egy kicsit átláthatóbb azért, tehát látjátok, hogy itt ez az item, ez az egész. Aztán vannak ugye a tagjai, az itt van, oké. Okay. Mellette van az item. Az ettől eddig tart. Itt szépen színezi nekünk. Azon belül van egy ID-nk. Igen, ez itt mellette van a tag, így. Van iding, meg countunk, tulajdonképpen ide is rakhatnék sortot is, tehát ezek mind egymás mellett vannak, egy szinten vannak. Van mellette egy ilyen tag is, ami ettől eddig tart, abban van display, meg can place on. De mindegy, tovább ezt nem daragolom.
így most már tök jó átlátható. Szóval ezért szoktam ajánlani a Notepad++, mert ezzel tök jó tudjátok tagolni, és sokkal átláthatóbb az egész. Úgy tudom megcsinálni, hogy rajta lovagoljanak, hogy megadom ezt a riding taget, amik ide az item után, ez vele egy szinten van, illetve dehogy riding passengers, ez egy tömb, mert több tárgyat tartalmazhat, illetve több entitást, úgyhogy kapcsol zárójel, illetve szögletes zárójel kell hozzá, és ebbe kapcsol zárójelek közé a tárgyak. Egészen pontosan így ez a része. Úgyhogy én ezt most így úgy, ahogy van, fogom, másolom, és ide beillesztem. Na, kicsit átvariáltam, hogy láthatóbb legyen. Tehát ugyanazt a részt másoltam be, ennek is itt van a random tagje, itt van az item, benne hogy kő, meg minden. Ugyanígy itt van a passengers, mert az is benne volt, már azt kitörlöm, neki nem lesz. Így, és ugye ettől eddig tart a tárgy, és egy kő, oké. Viszont ez nem lesz ilyen, ez csak egy sima kő lesz, így ezt a részt így kitörlöm. És neki nem random tagje lesz, hanem mi volt az? Tárgy, azt hiszem. És neki is kell random is, meg tárgy is. Ezt a részt, ez ugye maga a tárgy, ezt így másolom, ide vesz, és ide beillesztem. Itt látjátok, a szögletes zárójelek között vagyunk, és akkor egyik tárgy vesző, másik tárgy, de ez természetesen nem ugyanolyan lesz, ez mondjuk legyen, hanem egy kőkard. És akkor stílusosan átírom kőkardra. Na, ez így egész jól néz ki. Remélem nem hagytam ki semmit, meg nem írtam el semmit. Az egészet kijelölöm, Ctrl-A, Ctrl-C. Minecraft van, ugye megy a summon helyére, így ezt az egészet lecserélem. Szintén Ctrl-A, de most Ctrl-V. Enter, és akkor most kiderül az igazság. Aj, ez nagyon bájos. Na igen, egy dolgot felejtettem el, hogy megadni, hogy egyetlen ezek milyen entitások, mert tök jó megadtam a tulajdonságait. Csak azt nem, hogy ID, kettős pont, item. És akkor ennek helyére beállásolom. Ezért csak egy követ idézett meg, mert a többiről nem tudta, hogy micsoda. És szerintem jobban néznek el, ide írnék egy egyest. Hogy a kommandok fölé rakja le. Na jó, ezt kitörlöm, lássuk. És akkor most kaptam egy kardot. Király, megnyom még egyszer. Most egy követ kaptam. Most megint követ, most megint kardot, most követ, most kardot. Tehát tök véletlenszerű, de hát csak hisztek ennek a Gugac Air Selectornak. És akkor természetesen ennek mintájára lehet folytatni, hogy így ezt a részt itt, ez ugye maga az entitás, ezt másolom, átírom, szerintem minden mindenkinek menni fog. Na, gyorsan a távirányító rész. Szoktátok tőlem rendszeresen kérdezni, hogy hogyan lehet botból távirányítót csinálni, meg kardból távirányítót csinálni? Sehogy. Van-e a score, létezik olyan, hogy use item, meg is mutattam inkább, add x, és akkor most jön a típusa, start.useitem.minecraft. És akkor van mindenféle tárgy. Tehát itt wooden, button, door, ho, mi van még itt? Itt most barrier, bacon, és itt van botra is létezik ilyen, de hiába hozzátok létre, aztán veszitek kézbe a botot és nyomogatjátok, nem fogja számolni. Fogalmam sincs, hogy mire van, szerintem, hogy automatikusan létrehozták. Ha később kapna a bot valami funkciót, akkor ugye számolná, de sajnos nem így van, nem lehet bármilyen távirányítót csinálni. Csak répás horgászbotból, illetve olyan tárgyak, amiket így tudsz kézben használni. Például hógolyóra is ez a use item, ez akkor fogja számolni, hogyha eldobod a hógolyót. De ez nyilván nem jó távirányító, ugyanis annak az lenne a lényege, hogy a távirányítóval nem történik semmi. Tehát te csak megnyomtad egy gombot. Szóval egyenlően ezt csak répás horgászbottal lehet eljátszani, ami a keraton stick. Most látjátok, én X-et adtam meg, tehát X-re kell majd tesztelnem. Nyomok egy Enter, és ezt a parancsot úgy kell átírni, hogy ez... Ja, hát igen, elsősorban ez egy ilyen ismétlős command block, be is állítom, hogy mindig fusson, és azt teszteljük, hogy van-e olyan játékos score min, aminek az x score-ja legalább 1. Így. TP parancsnál pedig, hol van? Igen. Itt ugye mondtam, hogy akkor ideírjuk azt, hogy score x min egyenlő 1, tehát az a teleportám, aki használta a horgászbotot. És a legvégén pedig le kell nullázni ezt, már hogyha szeretnétek, hogy többször lehessen használni. Ezt is feltételesre állítom, és akkor egy sima scoreboard parancs. Mindenkinek az X-et nullára állítom. Így. És akkor most kezembe veszek egy répás horgászbotot. Még már kicsit bántam, hogy kardot adtam meg, mert az nem stackelődik, ezt gyorsan átírom. Ezt mondjuk átírom valami, amit tud stackelődni, mondjuk gyafjú. És akkor most nyomom a gombot.
Ja, már fölcseréltem a sorrendet. Nem score min x, hanem score x min. Na, szóval, ha nyom a gombot, akkor kő, gyapjú, kő, gyapjú, kő, gyapjú. Ja, végülis nem olyan hosszúak. Elmegy a leírásba is. Ja, be fogom másolni a leírásba, de így a videó alapján le tudjátok másolni. Természetesen ezt akárhogy lehet variálni, nem kell ezt távirányítólag aktiválni. Tehát lehet az, hogy egy sima command block aktiválja, hogy nem tudom, valamelyik másik rendszer hívja meg, és akkor kap a játékos egy véletlenszerű tárgyat. Nem tudom, tehát hogy ezt sokféleképpen lehet aktiválni igazából. Ez az alapja, ez az alapötlet, ugye ezt aztán az ember mindig a pályára szabja. Úgyhogy használjátok egészséggel, a kézikönyv óvjon.